Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A 90-es évek elején az Észak-Atlanti Közgyűlésben, amely a NATO parlamentáris dimenziója, a magyar delegáció vezetője voltam. 1993-ban, éppen Londonban, november 25-e és 27-e között került sor a szokásos rendes évi közgyűlésre. Az első napi fogadáson odajött hozzám a norvég delegáció vezetője, volt hadügyminiszter, köszöntött, kezet nyújtott, szemembe nézett, és így szólt. Hibátlanul mondta, amit mondott, kissé idegenes kiejtéssel, akcentussal a következő 11 szót mondta nekem. Grosics, Buzánszki Lóránt Lantos, Bozsik Zakariás, Budai Kocsis Hidegkuti Puskás Cibor. Nem akartam hinni a fülemnek. 40 évvel, mert éppen akkor volt a 40. évforduló, 40 évvel az évszázad mérkőzése után egy nyugalmazott norvég hadügyminiszter hibátlanul tudja a csapat összeállítást, az aranycsapatét. Én akkor tájt a 90 és 98 közötti időszakban nagyon sokfelé jártam a világban, Európában és a tengeren túlon egyaránt. Magyarországról, magyarokról két dolgot mindenhol mindenki tudott. Az 1956-os forradalmat és az aranycsapatot, melyet sokszor kissé leegyszerűsítve Puskás Ferenccel azonosítottak, az ő nevét jegyezték meg leginkább. Sajnos 8 napja nincs közöttünk Puskás Ferenc, a legendás öcsi, a mai generációk öcsi bácsia. De itt van közöttünk az aranycsapat két tagja, Grosics Gyula és Buzánszki Jenő, az egyes és a kettes mez viselői, a kapust és a jobb hátvéd. Valami furcsa érzés van bennem, hogy éppen ti ketten vagytok itt közöttünk ma az egyes és kettes számmal a hátatokon, mármint annak idején. De még ennél is érdekesebb talán azt megemlíteni, hogy mind a ketten kötődtök Dorokhoz, mind a ketten hosszú ideig játszottatok bányász csapatokban. A dorogi AC-ba kezdett Grosics Gyula, 13 évesen, 39-től 47-ig védted a Dorog kapuját, Buzánszki Jenő pedig 47-be került Dorogra, és mai napig ott él, pályáját 1960-ig ott folytatta a Dorog együttesében. Gondoltatok valaha arra, hogy ketten dorogiak maradtatok itt az aranycsapatból? Játszottatok egyáltalán együtt, vagy váltottatok egymást a dorogi csapatban? Ne, hát Jenő 47. februárban került Dorogra. A tavaszi szezonban szerepeltünk együtt a Dorogban, miután én 47 nyarán felkerültem Budapestre, az akkor még létező Mateuszhoz, aztán később a Honvédhoz és a Tatabányához, de egy fél évet játszottunk. Együtt játszottatok egy fél évet? Igen, a Dorogban bajnoki mérkőzéseket, és hát a válogatott csapatban úgy szinte. Igen, hát azóta is ugye köztünk így, hát nem komolyan véve, de azért megy a purparlé, hogy ki az igazi dorogi. Hát az, aki Dorogon született, Grosics Gyula, ez vagy aki Dorogon él. Vagy aki ez egyértelmű, aki hova született, oda tartozik. Hát, ez csak egy ilyen villanás között. Jól megfértek ezzel a vitával. Hát megfértünk. Jenő bevándorló volt. Na, hát igen, hát így is lehet venni a dolgot. Na de hát azért leengedtem a fenékhorgonyt ottan, dorogi viszolatban. Hát egyébként én csatárként kezdtem a pályafutáson. Igen, akkor jobb szélső lehet? Nem, jobb összekötő voltam dorogon, amikor játszottunk. És hát a tavaszi szezonban azért 10 gólt rúgtam az NB1-be. És hát szerencsémre 49-ben kiöregedtek a hátvédek, és még nagyobb szerencsémre, hogy az edzőmnek támadt az ötlete, hogy menjek hátra hátvédet játszani, és ami azt jelenti, hogy egy év múlva válogatott játékos voltam. Engedjétek meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntselek benneteket itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Most nagyon sokfelé jártok, és nagyon sokan keresnek meg benneteket. Hát rójuk le mi is tiszteletünket Puskás Ferenc, a legendás öcsi, Puskás öcsi előtt, és hadd kérdezzem meg, hogy tulajdonképpen miért lett ő legjobb a legjobbak között, első az elsők között, hiszen 11 egészen kiváló játékos, kiváló ember volt abban a csapatban. Mitől lett ő a vezéregyéniség pályán belül és pályán kívül egyaránt? Mi volt a plusz benne?
Hát ezt nehéz ilyen rövid idő alatt megfelelőképpen ecsetelni, de véleményem szerint az öcsi az Isten adta tehetségét használva, hihetetlen sok munkával és kitűnő emberi tartással verekedte föl magát tulajdonképpen ilyen magas pozícióba, hogy a világ legkiválóbb labdarúgói között tartják számon. Miben volt neki plusz közöttetek, hogy vagányságával, vagy a... Hát, mert ugye azt hiszem, hogy futballban nem a vagányságot kell elsősorban nézni, hanem kell nézni azt, amit a Gyula is említett, ugye, hogy egy Isten áldott tehetséggel lett megáldva. Na most ugye a tehetségekkel lehet élni, lehet visszaélni. És ő tudott élni. És ő tudott vele élni, és hát ő minden idegszálával, ugye kiskorától kezdve a futballnak szentelte, hiszen most az ember azt mondja, hogy nem dohányzott, az egy óriási dolog volt abban az időben, és egy lényeges egy sportembernek az életében. Tehát a másik része pedig az, hogy ugye kinek az agyába milyen gének vannak bent, tehát mik azok, amik hát megkülönbözteti egyiket a másiktól. Az én véleményem szerint ugye a futballt fejjel játsszák, lábbal futballozzák, tehát a fejekbe születnek meg a gondolatok, és hát én véleményem szerint egy válogatott játékosnak legalább három variációt kell látni egyszerre, és abból kiválasztani a lehető legjobbet, hát egy Puskás szerintem 5-6-ot látott, és abból tudta kiszedni, kiválasztani a agyába azt a legjobb megoldást, utána ugye a lábujjba végig küldeni, az idegpályán keresztül, és a lehető legjobb megoldást csinálni. Puskás, aki össze tudta fogni a csapatot a pályán is, pályán kívül is, és hogy vagány volt, az feltétlenül kellett ahhoz, de hát lelkileg ő egy igazi ember volt, és én azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk mi is annak, hogy ő csapatkapitánykodott, és köszönhetünk annak, hogy tényleg volt egy olyan csapaton belül, akinek hát szó szerint be kellett fogadni minden utasítását a pályát, akkor, amikor hát valahol van, ugye, mert az öltözőben is elhangzik mindegyikben egy taktikai utasítás, taktikai rendszer, hogy hogyan játszunk, és az 15 perc múlva a pályán megdől, és véleményem szerint akkor valakinek majd a csapatkapitány az, akinek az hallgatni kell rá, és akinek észre kell venni, most jobb szárnyat erősíteni, vagy balvédelmet, vagy nem tudom én melyiket. Tehát lényege benne, a Puskás ebben volt nagy, és én azt hiszem, hogy minnyájunknak szerencséje, hogy ugyanabban az időszakban futballozott, és futballozhattunk vele együtt, mert az eredmények ez feltétlenül kellett. Mi a legkedvesebb emléketek a kapitánnyal, Puskás öcsivel kapcsolatban? Biztos, hogy sok van, de egyet említsünk meg a kedves nézőknek. Hát én egy általános a csapatra és hát az öcsire is maradéktalanul érvényes dologra emlékszem vissza. Soha nem kritizálta a játékostársait. Nem mondott bíráló megjegyzéseket a pályán, nem kritizálta a másik játékost, bármilyen hibát is követtek, vagy követtünk el. És ez annyira jellemző volt az ő emberi magatartására és tulajdonságaira, hogy én méltán vontam le azt a következtetést, főleg az ő jelenlétéből, hogy az ember viszi a pályára a játékost, és nem a játékos alakítja az embert. És ebben az öcsi élenjáró volt az akkori évek magyar labdarúgásában. De azért én hadd mondjam még azt ki, hogy az ő kétségtelen világklasszisa óriási ereje volt annak a csapatnak. Tehát azért olyan játékos társakkal között rúgta a labdát, és érte el ezeket a sikereket, mint a Bozsik Cucu, a Hidekuti Nándi, Kocsis Sanyi, még a Cibor Zolit is ide sorolnám.
És hát a Real Madridba is kiváló világklasszis labdarúgókkal került össze. Elhangzott, hogy az öcsi feltámadása mikorra tehető. Én szerintem az öcsi kétszer támadt fel a labdarúgásban. Egyszer 10-valahány éves korában, amikor a tehetsége alapján bekerült a Kispest csapatába. És berobbant a magyar labdarúgásba. És berobbant a magyar labdarúgás élvonalába, és másodszor 30 éves korában, amikor ugye az 56-os forradalom után hárman az aranycsapatból kint maradtak, és lehetetlen körülmények között, közel másfél esztendővel később, helyet tudott magának követelni a Real Madrid a világ akkori legjobb klubcsapatában, és ez egy óriási teljesítmény, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy hónapokig nem volt. El volt tiltva egy ideig, hát, nem is játszhatott. Hát nem csak ő, hanem a kintlévő játékosok, de szóval nem volt lehetőség versenyszerű edzésre, meg az életmóddal is voltak problémák. Tehát számomra az öcsi nagyságát ez a második feltámadása emeli hát ki. Lehet, hogy ezt hozta meg neki a végleges világ hírnál. Hát egyébként ugye a Real Madridnál tartunk, ugye azért ott is voltak a Di Stefanótól, Santa Maria Hentó, meg Sorolhatna föl, és egy-kettőre primás lett. Igen. Ott is. Ő lett a vezér egyénisége annak a Real Madridnak, és vitte tényleg valóban olyan sikerrel a Real Madridot, ami a későbbi nimbuszát is megtartva azért valahol akkor kezdődött el Isten igazából. Tehát a öcsi az a másik oldala pedig ugye azért emberileg is. Neked mi a legkedvesebb élményed, hát Puskás, ha van kiemelhető? Én inkább, hát van, mert hát ugye én ezt szoktam legtöbbször mondani, és most már nagyon sok helyen elmondtam, ugye, hogy az egyik az, hogy hát Dorogi viszonylatban játszottunk a Honvéddel, és hát nekem előző mérkőzésen megrúgták a sípcsontomat, gyulladásban volt, de hát mivel játszani akartam, Latic ellen becsomagoltuk a lábamat, az öcsi észrevette, hogy az egyik vastagabb, mint a másik, és ugye odajött a következő héten válogatott mérkőzés lett volna, és akkor mondja nekem, te ide figyelj, mi van, és akkor mondom neki, és azt mondja, hát hülye vagy, ha megrúgnak, akkor begyullad, nem tudsz játszani következő vasárnap. Tehát, és hát ugye akkor én mondtam, hogy én már pedig itt játszani akarok, és akkor ő a Honvéd játékosoknak azt mondta, összehívta őket, ha ilyenőt valaki megrúgja, azt úgy fenéke rúgom, hogy lerepül a pályára. Tehát mi így voltunk, tehát egyet, a másik pedig az ő magyarságát. Azért ugye, hogy 56-ban elment, nagyon sokan elfeledkeztek, hát a tilos volt beszélni Tilos volt róla beszélni, ugye mi is csak úgy hébe-hóba hallottunk valamit, ha bár hát ugye Real Madridba sziporkázott világviszonylatban, és hát nálunk ugye a vasfüggöny nem engedte át azokat a híreket, amikről hát valóban lehetett, mi is csak ha kimentünk külföldön, akkor hallottunk valamit róla, hogy az öcsi hogy van, mint van. Most én azt mondanám, ugye is mondták, hogy hát volt például egy olyan műsor a televízióban, hogy kimentek, az már ugyan a 80-as években volt, hogy nem is emlékezett a 6-3-ra. Hát ez egy ilyen mondani a Puskásról, aki hát most ugye mondjuk azt, hogy a legismertebb magyar, és én azt mondom, hogy 53-ban, májusban, amikor Olaszországban voltunk, akkor bizony volt olyan, hogy a Puskást meg akarták, hát mondjuk így, hogy dumálni, ahhoz, hogy maradjon kint, távozzon le, és hát ugye mi jöttünk haza vonattal, amikor 6 óra körül, és pár perccel előtte ért oda az öcsi, tehát nem bírták ott tartani őket, és akkor csak annyit mondott nekik, hát hülyék, azt hiszitek, ti le tudtok kitatni engem. Tehát az öcsi az magyar ma volt, örök életében, a haláláig, és én azt hiszem, hogy büszkék lehetünk mi is arra, akik hát játszottunk vele együtt, hogy együtt játszhattunk vele, és hát annak idején azért magyar embereknek örömet tudtunk szerezni. Ma november 25-e van. Éppen 53 esztendővel ezelőtt futottatok ki a Wembley stadion gyepszőnyegére. Egy szerdai napon, ködös délután 2 órakor kezdődött a mérkőzés.
ti akkor már világhírűek voltatok. Magyar idő szerint, bocsánat, 3 órakor. Magyar idő szerint 3 órakor, köszönöm. Így precíz valóban, hogy londoni idő szerint volt 2 órakor. Ködös nap volt. Ti akkor már világhírűek voltatok, hiszen a Helsinki olimpiai győzelem, akkor az olimpiai győzelemnek futballban nagyobb értéke volt, mint a manapság, akkor még az első csapatok mentek ki. Tehát Rómában, amit említettél, győztetek, éppen Olaszországgal, Európa kupát nyertetek, tehát nagy volt már a híretek. Azon kívül, hogy minden mérkőzést meg akartatok nyerni, ez a játékban, a futballban természetes. Azon kívül, hogy a labdát és a játékot szerettétek, amikor kifutottatok ott a Wembley stadionban, volt-e bennetek valami plusz a győzni akarás tekintetében, ami miatt úgy éreztétek, hogy itt győzni kell? Volt-e ilyen bennetek, hogy a csapat többi tagjával? Nyilván 10 nappal korábban lejátszott svédek elleni válogatott mérkőzés Budapesten. 2-2 Budapesten. Kinkeserves, meglehetősen gyenge játék után értük el ezt az eredményt. Hát persze, hogy bennünk volt a félsz, mert hát hazai pályán a svédek ellen, vagy Londonban az angolok ellen játszani nem ugyanaz a kategória. És hát az angolok meglehetősen nagy propagandát csináltak annak a mérkőzésnek, hiszen ők találták ki, hogy az tulajdonképpen az évszázad mérkőzése lesz, mert gondoltam. Ezt már előre beharangozták? A fogalomnak korábban is éppen azért, mert ugye megelőzően 90 évig veretlenek voltak oda-haza. És a világ legjobb csapatát fogadják. Másrészt pedig, hát a magyar csapatnak már meglehetősen nagy hírneve volt a világban, és ők úgy gondolkodtak, ha megvernek bennünket Londonban, mint ahogy erre készültek is egyébként, akkor nyilvánvaló, hogy ők a világ legjobb válogatott csapata, és hát az évszázad mérkőzésén győzték le a magyarokat. Hát ez nem egészen úgy sikerült, ahogy ők eltervezték, meglehetősen fölénybe játszott a magyar csapat, nagyon jól játszottak a mezőnyjátékosok. Azért a kapus is kitűnően védett. Hát a kapus is csak egy... Hát kellett is. Az csak egy mellékes alak ebben a játékban. Fekete Párduc nevet viselt már akkor a kapus. Hát már akkor igen. Hát a hálót megfordítják, akkor mellékes. És ami nehéz volt ebben a pozícióban, azokban az években, a védelem mögött. Szóval az mögött a védelem. A mögött a védelem játszani. Mögött? Hát persze, hát ezt mindig bele kell kalkulálni. Én nem akartam erről beszélni, de ilyen ő kikényszerítette belőlem. Na, a viccet félretéve, való igaz, hogy mindazok azon játékosok, akik képezték az aranycsapatot, és 4,5 évig veretlenül játszottunk 54-ig a világbajnokságok kezdetéig, illetve befejezéséig. Mindannyian rendkívül szerencsés emberek is vagyunk, hogy egy olyan csapattal, amely nem csak labdarúgásban önmagát repítette a világ tetejére, hanem egyfajta küldetésnek megfelelően az egész magyarságot. És akkor nem azt mondtuk, hogy nyert a válogatott csapat, hanem azt mondták, hogy megvertük Angliát, legyőztük a brazilokat, Dél-Amerikát, és így tovább. És ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy 15 millió magyar játszott a pályán, amikor az ellenféllel kifutottunk a játéktérre. Hát megelőlegezted a következő kérdésemet, de még mielőtt... Én még azért mondanám erre 6-3-mal kapcsolatban annyit, hogy ugye a nehézségünk nekünk ott volt annak idején, hogy ugye a vasfüggöny miatt nekünk fogalmunk se volt, hogy nyugaton milyen eredmények vannak, kik játszanak, mit játszanak, hogy játszanak. Tehát mi egy fekete erdőbe szaladtunk be, akkor, amikor hát lényegében Angliát elvállaltuk, illetve elvállalta a vezetés, a másik pedig,
ugye akkor, amikor kiszaladtunk a pályára, ugye azért volt egy óriási drukk az emberbe, hogy vajon képesek vagyunk-e, mivel nem ismerjük őket, tehát legyőzni. Mert mi mindig arra mentünk, hogy egy góllal mindig többet rúgni, mint az ellenfél, és hát ugye ottan nézegette az ember, ugye azt akkoriban azért szerencsés volt, mert nem volt ilyen számháború, mint ami ma van, hanem ugye most az én esetemben a jobb hátvéd az kettes volt, Angliában és a világ minden táján, a 11-es az a bal szélső volt történetesen, ugye nem mondva, ugye így tovább a dolgokat. Ők ugyanúgy izgultak. Lehetett rajtuk látni, mint ahogy mi, hogy hát vajon milyenek is tényleg ezek a magyarok a futballpályában, akkor nem volt videó, hogy elemezzük meg, stb. Minden. Na most ugye nagyon jól jött az, hogy a Hidegkuti Nándi a 45. másodpercben már bevágta az angol hálóba a labdát. Ez egy kicsit ugye, hogy önbizalmat és föl ocsudást adott az embernek abból a stressz állapotból, és utána ment a gépezet, és ha megnézi valaki a filmet, akkor azt hiszem, hogy ez a csapat megelőzte a korát azzal a futballal, hogy nem voltak már akkor kötött posztok. Igen, hát Cibor átment hát, a jobb oldalra. Hát az ominózus gólt is jobb oldalról rúgta az öcsi is. De nem beszélve az, hogy hátra jöttek. Na, na most meg, meg egy teljesen új játékrendszert alkalmazott a csapat, úgynevezett 4-2-4-es játékstílust, amit a világon először Bukovi Marci bácsi alkalmazott az MTK-nál, ahol a Nándi játszott azt a szerepkört, amit aztán a válogatott csapatban ugye hátravont középcsatárként játszott, és ez is szerepet játszott a győzelemben. Zakariás vissza a hátra, ez a 4-2-4-es stílus. És hát az angolokat teljesen meglepte ez a játékrendszer, úgyhogy képtelenek voltak ezzel önvédelmezni. Na most ugye másik meg az egy pillanat még, hogy én a Ciborra laktam egy szobában, és két nappal utána a Cibor éjjel főkelt 4 órakor, és mondja nekem, mondja, tudod, miért nyertük meg a meccset? Hát, mert 6-ot rúgtatok, mi meg csak 3-at kaptunk. Azt mondja, nem. Azt mondja, mert ilyen hátvéd hármas volt, mint Budai, Hidegkuti, Cibor. Na most ezek annyi tényleg jöttek hátra segíteni. Mindegyik kivétel nélkül. Kivétel nélkül, de az öcsit is ugyanúgy lehet látni. Kocsisony. Hullányzott és küzdött a csapat maximálisan, és ebbe volt az ereje, és ebbe is megelőztük azért az akkori kort. De hát az a tartás és az a tudat, és ahogy mondta Grosics Gyula, hogy küldetés tudata is volt ennek a csapatnak. Ezt éppen Buzánszki Jenő fejezte ki legszebben a 6-3 után, aki a legszűkszavúbban, de a legfrappánsabban fogalmazott a győzelem után, hogy megtettük kötelességünket. Amit megkövetelt a haza. Amit megkövetelt a haza, igen. Szóval ti már tudtátok, ezt kérdezni akartam, de hál' Istennek nem kell, mert Gyula kimondta, hogy ti tudtátok, hogy 15 millió magyarért futballoztok. Tudtátok, hogy a nemzet mögöttetek áll, és ez egy olyan történet volt akkor a második világháború után, két vesztes háború után, részben ellenséges környezetben, szomszédokkal. Egyetlen terület volt a sport, és ezen belül a futball, mint a legnépszerűbb és leglátványabb, ahol sikereket tudtunk elérni, és a világ megismert, mint ahogy a felvezetőben is mondtam, titeket az egész világ megismert annak idején. És annyit van még kiegészítve Gyulát, hogy érdemes magyarnak lenni, akkor érezték a magyar emberek ugye abba a diktatórikus időszakban, és hát a világ elismerő, csak egy példát akkor még mondanák, 98-ban voltunk Kanadában, Torontóban, a magyaroknak a meghívására, és egy kanadai milliómos adott egy partit, és avval kezdte a mondását, hogy 1953. november 25-én én is ott voltam a Wembleybe. Várj egy kicsit, a pályán mindenki tátott szája, hogy mit akar ezt kihozni.
és akkor hozzáteszi, mint labdaszedő. Ez a milliómos most is még 98-ban arra büszke, hogy labdaszedő lehetett ezen a mérkőzésen, ehhez is protekció kellett. Tehát így hát, néz ki a 6-3. Én nem voltam sajnos labdaszedő a Wembleyben, viszont egy 13 éves kisfiú voltam Budapesten. Akár azt is mondhatom nektek, hogy köszönöm a gyönyörű születésnapi ajándékot. És itt elhoztam magammal ezt a könyvet, amit pontosan akkor kezdtem el gyűjteni a népsportot, és a címlapra a képes sportból két képet ragasztottam fel. A 6-3-as mérkőzés pillanatairól, akkori két kedvencemről, Kocsis Sándorról és Grosics Gyuláról. Ugye itt egy felhőfejes látunk, ami éppen talán nem megy be a kapuba. Kapufa volt. Kapufa volt, emlékszel rá? És itt alul pedig Grosics Gyula örömébe cigánykerekezik. Hányadik gól után volt ez, Gyula, emlékszel rá? Harmadik gól után. Aztán életedben arra nem emlékszem, hogy... Hányszor cigánykerekeztél gól után? Akkor ott először. És utoljára. Akkor az egy történelmi kép. A negyedik után volt, mert ezen a felén volt a kapu, és arra játszottunk akkor, amikor a kapufára fejelte a kocka hazajött, és akkor... Elsőben? Igen, 2-1-nél az öcsi rúgta, vagy a Nándi rúgta a harmadik gólt, 3-1-nél, akkor éreztem. Én akkor az öcsi rúgta, Puskás rúgta, igen. Hidekuti, Puskás, utána Bozsik, vagy Hidekuti, Bozsik és Hidekuti, azt emel. De meg tudjuk nézni, itt van, azt mondja, hogy Hidekuti, Puskás volt a harmadik gól, ez volt a hátrahúzós csell. Igen. Ez volt a hátrahúzós csell. Valószínűleg gól. Az első másodikat LST-be rakta a Nándi elé, és az rúgta be. Aztán megint Puskás, és az utolsót Hidekuti. Na, a lényeg az, hogy én akkor éreztem meg, hogy megnyerjük a mérkőzést, amikor 2-1-ről 3-1-re. És ekkor hánytál cigánykereket örömödben? Hát persze, hát az öcsének az alakítás az nagyon ritka ságszámba menő esemény volt, még a mi mérkőzéseinken is. De önmagában az a tény, hogy biztosan vezettünk végig az egész mérkőzésen. Hát és a kocsistak mennek a helyzetei kiasználása, hát két számjegyű lehetett volna. Két számjegyű lehetett volna, de hát elégedjünk meg. Szívem szerint elbeszélgetnék veletek hosszú-hosszú ideig, de sajnos a műsoridőnk lejár. Egyetlen kérdést hadd tegyek azért fel, hogy mit üzentek, mit üzen Grosics Gyula és mit üzen Buzánszky Jenő a mai magyar válogatottaknak? Mire gondoljanak, amikor magukra húzzák a piros-fehér-zöld színeket tartalmazó meszt és a címeres meszt a játék előtt, és amikor hallják a magyar himnuszt? Hát én szeretném rövid, de a véleményemet elmondani ezzel kapcsolatosan. Szerintem egy labdarúgó hosszú pályafutása nem a pályán, hanem a magánéletben dől el. Mennyire él vagy visszaél egy játékos a tehetségével, és hogy készül a hétköznapok során egy-egy vasárnapi vagy hétvégi mérkőzésre. Ez egy nagyon lényeges kérdés ennek a játéknak. A második, hogy nem a játékos tiszteli meg a nézőket, hogy kimegy a pályára, hanem a néző tisztele meg a játékost, hogy kíváncsi az ő képességeire, és milyen teljesítményt tud nyújtani. A harmadik az egy hosszú téma lenne, de szerintem kapcsolódik a magyar labdarúgás egészéhez, és ahhoz az állapothoz, amiben az utóbbi években, vagy évtizedekben van, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb problémája nem a szakmában keresendő, hanem a labdarúgás morális helyzetében. Ott nagyon sok mindent kellene tenni, már gyerekkortól kezdve a nevelés kérdésében. Mert ugye nem véletlenül mondtam az előbb, hogy az ember viszi a játékost a pályára, és nem fordítva. Buzánszky Jenő. Hát én azt hiszem, kapcsolódva Gyulához, mert sok mindent elmondott, ami lenne. Én csak azt mondanám, hogy ha valakinek van tehetsége, tehetségével élhet és visszaélhet, és ahhoz, hogy valaki eredményt érjen el, ahhoz a legtöbb fiatal években kell tudni lemondani sok mindenről,
hiszen ez a sportnak a kegyetlensége, a sok szépsége mellett, mert lemondás nélkül egy diszkó, csacsacsa, csücsücsü, egyéb más dolgok mellett nem lehet vasárnap eredményeket elérni. A másik pedig az, hogy nem kötelező futballistának lenni senkinek, de ha valaki veszi azt a bátorságot, hogy azt mondja, én futballista leszek, sportember leszek, akkor tudja meg azt, hogy a mest, amelyiket magára, akár a falujának, községének, vagy nem beszélve a címeres mezből, és tiszteletére, és a nemzet tiszteletére eljátszák a himnuszt, akkor legyen annyi lelki ereje, hogy végig zakatolja a tudásához mérten a 90 percet. Én meg a nézőkkel együtt annak örülök, hogy ilyen kellemesen és szépen el tudtunk beszélgetni Grosics Gyula, Buzánszky Jenő. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek, kedves nézőink, a szíves figyelmüket, és várom önöket mához egy hétre. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Rutz Design öltözteti. Támogatónk a Skontó Bútor Kft.